Báró Kochmeister Frigyes, az 1864-ben megalakított Pesti Áru- és Értéktőzsde első elnöke, aki részt vett a társaság megalapításában. Elnöki tisztségét több mint 30 évig, egészen 1900-ig töltötte be. A magyar tőzsde leghosszabb ideig regnáló elnöke a legendák szerint igencsak népszerű volt a korabeli alkuszok körében. A Pesti Áru- és Értéktőzsde megnyitására 1864. január 18-án került sor, a mai Széchenyi téren át Lloyd Palota nagytermében. A Kochmeister díjat 2004-ben alapította a tőzsde, és azóta is minden évben átadásra kerül a díj a magyarországi felsőoktatásban tanulók számára. A rangos elismeréssel a hazai tőzsde legelső elnök előtt tiszteleg a budapesti értéktőzsde, továbbadva azokat az értékeket, amiket a tőzsde első alapítói fektettek le az utókor számára. A Bét részére kiemelt jelentőségű a lakosság, különösképp a fiatalok pénzügyi tudatosságának fejlesztése, tőkepiaci ismereteiknek a bővítése. Ezen törekvésünk egyik kiemelt pillére a Kochmeister díj, amelynek keretében évről évre kiemelkedő minőségű pályamunkákkal találkozunk.